Több milliárdos intézményfejlesztés valósul meg Nyíregyházán. A projekt keretében megújul a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Bánki Donát műszaki technikum és kollégium épülete, tanműhelyei és tornaterme. Ez összességében 61 darab oktatási célú helyiséget jelent. A mai napig is képesek vagyunk arra, hogy minőségi szakemberképzést folytassunk, de a megnövekedett technológiai követelmények elősegítették azt, hogy ezt a technológiai fejlesztést végrehajtsuk iskoláinkban. Új szakmák, új képzések, új kompetenciák nyíltak meg itt az iskolák előtt és a gyerekek előtt is, és ezt támogatják ezek az új eszközök, meg kívánunk vásárolni a projekt keretében, és ezt használjuk minden nap oktatás során. Mert a munkaerőpiac megköveteli azt, hogy az új eszközökkel képezzük technológiába a hallgatóinkat, illetve képesek arra, hogy tudják új műveleteket végrehajtani a gazdálkodó szervezeteknél. Ez egyik része a fejlesztések, másik része pedig az eszközberuházásnak a bútorzat beszerzése. 4 kollégiumunk újon megteljes egészében kollégium bútorzat tekintetében. Az iskolák felújítási projektje Nyíregyházán 4,614 milliárd forintból valósul meg, mely köszönhető egy Európai Uniós és hazai költségvetésből biztosított támogatásnak. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményei közül a már említett Bánki Donát Technikum és Kollégium, az Inczédi György Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Veselényi Miklós Technikum és Kollégium is kedvezményezettje lesz a projektnek. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár elmondta, egyre népszerűbb nem csak a fiatalok, de a felnőttek körében is az, hogy új utakat keresve szakmát tanuljanak. A szakképzés népszerű, különösen a technikumok, míg a szakképző iskoláknál, ahol most olyan 3 éves szakmákról beszélünk, az jelentősen egyre jobban eltolódik a felnőttek irányába, aminek egyébként szintén örülünk, hiszen ott nagyon sok rövidített képzést indítottunk, és miután a felnőtteknél is ingyenes a képzés, ezért ott igen-igen jelentős szintén a növekedés. A tanulói jogviszonyban lévőknél körülbelül 30%-kal jöttek többen a rendszerbe, és nagyon jó szakmaszerkezeti tanulásban vesznek részt, tehát olyanokat tudunk tanítani, ami a gazdaság igényeinek kell. Gondolok itt az informatikára, gondolok itt az autóiparnak a kielégítésére, tehát minden olyanak, ami tényleg dinamikusan fejlődik Magyarországon, és annak minőségi munkaerő kell. 96 milliárd forintos országos keretből 34 helyszínen történik majd infrastruktúrális fejlesztés. A projekt várhatóan 2026 márciusában zárul.